Az estei vendégeit beszédével köszöntötte Potápi Árpád János államtitkár, a térség országgyűlési képviselője, Pintér Szilárd Dombóvár polgármestere és Naszvadi Endre, a Dombóvári Vállalkozói Egyesület elnöke. Itt élünk, ez a mi hazánk, ez a mi városunk, ezért mindent meg kell tenni annak érdekében, hogy ez a város fejlődjön, illetve a vonzás körzete is fejlődjön. Az önkormányzat és az egyesület mindent megtesz annak érdekében, hogy a jövőben Dombóvára vállalkozások betelepüljenek. Ma este kerül harmadszor a megrendezésre Dombóvának a vállalkozóival. Mindez köszönhető annak, hogy létrejött a Vállalkozói Egyesület már 4 éve, és egyik kiemelt rendezvényük ez a vállalkozóival a Dőri Lecsé Fesztiválon túlmenően. Nyilván az idei év egy kicsit kurta, furcsa volt, hiszen nagyon korán volt húsvét, ezért farsang időben nem tudtuk megrendezni, ezért azt gondoltuk, hogy húsvét után 2 héttel helyszínt is váltottunk, egy picivel impozánsabb környezetbe jöttünk ki. Nyilván ezt köszönhetjük annak, hogy nagyobb az érdeklődés, hiszen eddig alig súroltuk alulról a 100-at, most már közel 130-an vagyunk ma este. Dr. Havasi Dezső ezen a rendezvényen vehette át a Dombóvár díszpolgára kitüntetést. Lassan 50 éve, hogy Dombóvárhoz intézményesen semmi formában úgy nem kapcsolódom, csak a szívem és a szüleim sírja Kaposszegcsőn. Úgyhogy gyerekkoromból a zeneiskolai évek és a csodálatos gimnáziumi évek kötnek Dombóvárhoz, és ma módom volt megnézni a gimnáziumban a régi tablónkat, és emlékezni a régi tanárainkról, akik közül óriási büszkeség számomra, és megtiszteltetés, hogy a soraikba léphetek, úgyis, mint díszpolgárok között, a szőkeházas pár, Gömböri József, és hát aki hálával emlékszem a gimnáziumban, Kovácsi Tibor, az olasz tanárom, aki akkor elindított egy olyan pályán, ami olyan erkölcsi tartást adott, tényleg nem csak oktatók, hanem nevelők is voltak. Gyakorlatilag egy olyan vezérfonalat ad az életbe, amit úgy nem, minden napokban nem is tudatosul, és nem úgy emlékszik rá az ember, hogy na hát ez most Dombóvár, meg ne. De amikor rá kell jönni, vagy a bizonyos szituációkban visszaköszönnek azok a mondások, amik ott elhangzottak, vagy egy osztályfőnöki órán, hogy hát a Kovácsi Tibor szájából is, hogy ne felejtsék el, kedves, nem, akkor nem kollégának szólni, tehát nyilvánvalóan nem, hát a tanulókra, hogy hely, idő, körülmény. Tehát a nyilatkozataink, tetteinkben mindig ahhoz igazítsuk, hogy ez a 3 szempont figyelembe vegyük, és ez nagyon sokszor jól jött, amikor az embert úgy visszafogta bizonyos szempont, de ez csak egy adalék. Szőkeházas páréknak a földrajz történelmi fantasztikus tudás átadása, ami a ügyvédi pályámon nagyon-nagyon sokat segített. Tudom, hogy részben a tisztségemnek szól ez a megtiszteltetés, hiszen 14 ezer ügyvéd van az országban, és az, hogy a 150 éves újkori kamarai történetben az első nem budapesti elnök vagyok, hogy ennek ebben is, ez is benne van, ez a kisvárosi és ez a Dombóvár és Dombóvár környéki lét és ez az indítatás, amit szeretnék valamilyen módon visszaadni majd, és a saját eszközeimmel a újabb generációknak, ügyvédgenerációknak, de akár a szülővárosomnak is valamilyen módon legalábbis szellemiekben visszajutatni. Az este méltó helyszínéül a Dombóvár Gunarasban található Superior fürdőszálloda étterme szolgált. Úgy gondoljuk, hogy minden évben egy kicsit ünnepelés kell. Hál' Istennek meg is tehetjük, mert ugye most már ilyen Covid és egyéb nehezítő tényezők azok megszűntek. A megelőző bálokat azokat ugye más helyszínen szerveztük, de hál' Istennek olyan jól sikerültek, hogy kinőttük a helyszínt. Meghatározók a városban a mezőgazdaságot képviselők, de az iparban is vannak jelentős vállalkozások. Túl nagy taglétszámmal nem működünk. Ennek az oka, hogy úgy határoztunk, hogy minden területről megpróbálunk csak egy szemét az egyesületbe bevonni, és ezért körülbelül 25 fős taglétszámunk van, és az a 25 fő, ez mindenki más területen ténykedik, és így jól lefedjük a teljes spektrumát a
vállalkozásoknak. A vacsora előtt a bálozók a Vivat Bachus zenés előadását élvezhették.